Ma este itt lesz velünk az Azsúr zenekar. Nekünk énekel Komonyi Zsuzsi, Weisz Viktor, és fellép a Jetlag. Sztár vendégünk élőben Újvári Zoltán Zola. Szerencse szombat ma esti házigazdája Mák Kata és Harsányi Levente. Szép jó estét kívánunk, köszönjük Önöket a Szerencse szombatban. Bárkiből lehet ugye ma is milliómos, ha ott van a megfelelő szelvény a kezében. Ha nincs ellene kifogásuk, akkor kezdjük el. De mielőtt elkezdenénk, vigyázat, kismamával vagyok. Köszöntjük újra körünkben Katát. Szia Kata, már mind kismama érkezett hozzánk. Erről majd később beszélünk. Nézzük a mai Luxor összetevőit, főbb részeit. Itt van már is a határszám, ez a 39-es. Hogyha 39 kihúzott számon belül lesz valakinek teli találta, akkor 34 millió forintot nyerhet. És persze itt van a Joker is, ha valaki ott eltalálja a számokat, akkor 55 millió forint a tét, kérem szépen. De mi a helyzet az ötös lottó? Jaj, úgy szeretek nagyot mondani, és annyira örülök, hogy megvártatok ezzel a hatalmas számmal. Igen. Az ötös lotton a várató főnyeremény 2 milliárd 566 millió forint. Most pedig már is kérdezzük a Sorsolási Bizottság elnökét, hogy minden rendben volt az előkészületek során, és ha igen, ez egy fontos kérdése is része a műsornak, akkor már is kezdhetjük a mai Luxort. Nos? Igen, az előkészületek során mindent rendben találtam, kezdődhet a Luxor. No, kérem szépen, hát nem tudom, Kata, mennyire emlékszel még, hogy hogyan áll össze, ugye ez a sorsológép. Köszönöm ugye, szépen. Dórusz, igen, hát ezt nem lehet elfelejteni. Nézd a fiúkat, akik nagyon sokat öregedtek ellentétben veled, miután nem voltál. Látod, itt vannak például, ugye, Máténak a bátyja dobol, és így sorolhatnám. Nagy Laci zenekar velünk ma is, és egy gyönyörű, egy leírhatatlanul, kimondhatatlanul csodálatos kismama itt mellettem. Igen, ő, Mák Kata, szia Kata, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, semmit nem változtál, te sem. Közben megérkezett az első nyerőszám, Robert 75, a Luxor utolsó számgolyóját már is kisorsoltuk. Na és milyen volt, kimondani a Robert 75-öt? Nagyon jó, Ubul 21, még jó. Milyen volt, hát egy kisgyermeknek adtál életet. Igen, hát nagyon cuki, úgyhogy nagyon élvezzük, nagyon-nagyon jó időszak, de azért most már várjuk, hogy jó idő legyen, és végre ki lehessen mozdulni. Robert 64. Gondolom, nagyon sok könyvet olvastál ezen a hosszú téli estéken. Nem igazán egyébként. Sokan mondták, hogy majd jobb lesz, vagy nem lesz jobb. László 8. Nem, én azt hittem, hogy mindenki viccel azzal, hogy aludt ki magad a gyerek születése előtt, mert nem fogsz. Azt hittem, hogy jó, ezt csak mondják, mert mindenki szeret panaszkodni. Olga 46. Igazatok volt, igazuk volt. Én meg sem szólalok két gyermekkel, álltam, meg sem merek szólalni. Szóval jól tettek a hosszú téli esték? Egyébként igen, László. Mert most már László egy van egyrészt, mert azért már érezzük a tavasz közelségét, és ilyenkor, nem tudom, gyermekkel könnyebb vagy nehezebb, de azért annyi praktika van, hogy űzzük el a telet. László 11. Szerintem gyermekkel meg lehet ezt oldani. Jönnek, itt vannak a farsangi, a báli korszak. Igen, mondjuk egy mohácsi busójárással azért még nem ijeszgetném szegényt, mert megáll idő előtt a fejlődésben. Ubul 20. Azért vigyázni kell, mert én kisfiam már ugye 10 éves, a kislányom 5, és hát ők is beöltöztek most már farsangba, és bál, és minden más hasonló. És hát Robert 66. Kérdezték az egyik srácot ott a fiam farsangján, hogy te minek öltöztél be? Hát nem, minek? Mert ezzel a jelmezzel nem fogsz nyerni. Xavier 37. Szóval nagyon sok mindent kitaláltak már, hogy előzzük ezt a hosszú telet, de nem is olyan hosszú, csak úgy érezzük, hogy hosszú. Ugye hát már említettük pont a busójárást, itt a farsang. Xavier 38. Itt van a bár, egy csomó minden, ami segít egy picit közelebb hozni a tavasz, de a legjobb az, amikor az első madár csicsergést meghalljuk. Igen. Most nem tudom, hogy nálunk Magnóról játszották-e. Olga 51. A szomszédban, de én pár nappal ezelőtt már hallottam az első tavaszi madár csicsergést. Igen. Jaj, de jó, jaj, de jó. Meg hát ugye Julianna napja van, László 9. Lilla is Julianna. Egész, igen. Sok boldogságot a kislányoknak. Kislányom Lilla. Igen. Meg hát minden Juliannának is természetesen, igen. Szóval elvileg Olga 56, innentől már várható a tavasz, de ha esetleg mégiscsak valami hiba csúszna a gépezetbe, akkor 3 nap múlva Zsuzsanna névnap, és a Zsuzsannák is meghozzák a meleget. Xavier 45. Mm.
első képtalálatunk van, és egy nyertes 941.905 forintot nyert. Gratulálunk! Mi pedig szépen haladunk tovább egészen az első keretig. Kicsit télűző, kicsit tavasznáról, kicsit gondűző pillanatok, melyek előtted még ott vannak, amikor a gyermekek felteszik azokat a kérdéseket, főleg itt tél múlásával, például, amire nem biztos, hogy tudunk választ adni mi szülők, de azért megpróbáljuk. Hóból 23. Hogy hova lesz a hóból a fehér, ha elolvad? Csak azért, hogy szólok előre. Jesszus, tessék, én erre nem vagyok felkész. Ilyenek jönnek majd? László négy, és mit mondtál? Egyébként azt mondtam, hogy a jeges medve kabátjába kerül, mert ugye van barna medve, ő nem a jeges med, csak egy olyan bonyolult válaszban kezdek bele. László 15. Hogy a gyereknek ne legyen még ideje se újat feltenni, de teljesen, de akkor mentek tovább, és ugye itt a tavasz, ugye hiszen előztük a telet, csak felnéz a kisfiam a villanypóznára, és mit lát? Olga 58, nem ezt. Hanem azt, ott ülnek a madarak, és mégsem rázza meg őket úgy az áram. Hogy apa miért? Akkor megint tovább kell mennünk, és mielőtt válaszolnék, már nem vagyunk a rakparton. Olga 60. És megkérdezzük, hogy és mikor alszanak a hidak? Ugye ezeket szerintem tényleg nem kérdezem, hogy elmegyünk korcsolyázni, amikor elmegyünk a műjégre korcsolyázni. László 3. Ott is előkerül egy kérdés, miért nem megy tovább a jég a híd alatt? Mondja, tudod, a Városliget, amikor csak egy... hát mondom, azt mondja, jövőre tervezik. Tehát... Ugor 26, de ez gondolom nem kielégítő válasz neki, nem, hogy majd elmondom, majd elmesélem. Hát nyilván azonnal kérem az ellenőrzőjét, meg hogy enni evette már, és hát Borbélyhoz nem kéne menni, tehát visszakérdezek erőből. Igen, igen. Robert 61, én is egyébként erre gondoltam, hogy hopp, látod, mi ment ott? Nem? Ó, nézd is, mi van ott? Arról nem beszélve. Elterelni a gondolatait, igen. Kérlek tudjuk szépen, a választ. Hogy jegyezzél mindent. Gondolom ezt már. Igen, Xavier 41. Ezt mondták. Is mondták, igen. Mert annyi minden lesz. Ezt a tanácsot megfogadtam. És mi se jegyzeteltünk, illetve egy ideig, egy darabig. És aztán utána, amikor most kérdezik, mikor esett az első foga. László 6. Mikor kezdett el beszélni. Annyi minden, és már nem tudok rá választ. Viszont annyi minden kérdésed lesz majd hozzá, miközben még nem tudja ő elmondani a gondot, hogy csak gügyögnek a kisbabák. Xavier 39. És aztán elkezd beszélni, nagyon várod, hogy ne vigyed, ne kézbe kell mindig, hanem kezdjen már járni, és akkor elkezd beszélni, és elkezd rohangálni. Ubul 27. Akkor klasszikus első mondata az a szülőnek, ülj le, és maradj csendben. De szerintem nagyon, nagyon impulzív időszak előtt vagytok. Igen, Ubul 18. Meg a nézők is, de nézzük, hogy állunk eddig a mai Luxorban. 28 betűszám kombinációt láttunk már. Volt ugye első kép, első keretre várunk. Robert 72. Határszámunk a 39-es, azon belül is magas a jackpot érték, tehát örülnénk, hogy a határszámon belül vinne valaki ma a főnyereményt. Igen, most már egyre jobban közelítünk. Olga 57. Első kerethez érkeztünk, egy nyertesünk van, a nyeremény összege 1.255.875 forint. Gratulálunk! Már is folytatódik tovább a Luxor játék egészen addig, amíg valakinek vagy valakiknek a szelvényén már csak egy bekarikázatlan szám marad a teli találathoz. Hogy vártam, hogy ezt a mondatot újra elmondja? Nem próbáltad otthon ezt a gyermek előtt? De. Kicsik voltak, mindig előttük mondtam. Szereti minden. Egyébként, ha beszélek hozzá, úgyhogy hát, hogy milyen népdalok jutottak eszembe. Mert az énekeket is szereti. Igen, a gyerekek mindent lehet. Amíg nem tud válaszolni, addig. Igen, addig. László 14, és addig puszilgatom előszeretettel, mert nyilván majd eljön az az időszak, amikor, hogy anya, hagyj el már. Ja, hát, de közben még jön majd egy olyan időszak, amikor énekelsz, hogy vers, bármit mondasz neki. Robert 73. Akkor majd olyan 5 éves kora után már fogja mondani, hogy anya, inkább ne. Igen. Mint ahogy én mondom kedves anyukámnak néha, hogy anyu ne énekelj. Igen. Robert 63. A gyerekek kíméletlenül megmondják, hogy mi van. Tehát próbáltam én meséket mondani nekik, Szabó Gyula hangján, minden. Mindent bedobtam, és akkor rám szól a Nándi, a kisfiam, hogy apa, hagyjad már. Xavier 42. Hát egyébként, ha már legendáknál tartasz, ugye Sándor, József, Benedek, Zsákban hozzák a meleget. Nagyon érdekes legenda fűződik ehhez a történethez, nem tudom, hogy ismered-e. Nem tudom, melyik mondja. Hát, hogy annak idején Szent Péter Sándort elindította útjára, igen? Zsákban a meleggel, hogy akkor vigye, kedves. De hát Sándor, igen, Olga 50, a tejút mellett talált egy kocsmát, ahol egy picit elidőzött, és aztán ezért küldte utána Józsefet. Hogy nézze meg, hogy mi van vele. De hát ő is ott ragadt.
László 13. Én benetek kereső program, tudod? Három embert indítottak, valaki vigye már el, és tegyen jó. De... Igen. Ez majd márciusban érezhető, ugye? Vagy mikor valahogy úgy, ha jól tudom, igen. De már jól felkészülnek előre. Új 17. Hát aztán Benedek is ott ragadt. És aztán ugye, az ugye utána 20-a, ha jól emlékszem, március 20. Igen. És most tényleg nem azért, mert hogy március 21-én születtem. Ugul 22. Én meg aztán tényleg meghozom. Na, na de közben nézzük, egyre hogy vagyunk helyzet. Luxortól, igen, valakinek vagy valakiknek a szelvényed ugye már csak egybekarikázatlan szám maradt a teli találathoz. Weiss Viktorral egy produkcióval folytatjuk is vele, aki egy tehetségkutató műsorban lett ugye ismert, és azóta folyamatosan most már 15 éve koptatja az ország színpadait. Egyébként édesapja bandájában kezdte, gitáros papája van, és hát arról is ismerjük, hogy nagyon sok énekes hangján meg tud ő szólalni. Most azonban saját dalával érkezett. A színpadon Weiss Viktor. Gyere társulj kicsit mellém, hagyjuk másokra a rohanást. A föld forduljon ma nélkülünk, végre érezzünk valami mást. Mikor az éj belerend, ne nézd a holnap után, csak szabadulj fel, na indulj el! Gyere vessük át ezt az estét, ne legyen szürke, mint a tegnap volt. Ma csak a zene lesz majd a festék, ettől a híre, de nem esik volt. Mikor az éj vele ránt, úgy tész vele már, végre szabadulj fel, és indulj el. Lazíts, 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 légy a kicsit ember. Szabadulj fel! Gyere csatlakozz kicsit hozzám, valami csak társas játszva jó. Látod az italokat már is hozzák, legyen ami úgy is várható. Rajta hey, gyere már, sok üveg még tele vár, hát nyissuk fel! Szellem szabadulj el. Lazíts, 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 légy a kicsit ember. Amíg van itt világ, de fél lesz neked is hely. Ahol szalad, amit szabad, amíg nem nyomnak el. Hát lazíts, amíg lehet, legyen ez a dalyel. Végre szabadulj fel. Szabadulj fel. Na kérem, mint a nekünk énekelt volna a Weiss Viktor, szabadulj fel, kicsit szabadulj kicsit el. Mint a nekem szólt volna, mert kicsit igen. Úgy érzem magam, mint a szellem, aki kiszabadult a palacból. És ugye jó újra itt a palacban. Igen, nagyon, nagyon. Akkor tudod, most egy picit közelebb megvizsgálom, igen, közelebbről a sorsológépet.
És itt folytatjuk, és egyúttal fejezzük is be a mai luxot, hiszen egyre vagyunk, van már olyan szervény országban, hogy csak egyetlen egy szám hiányzik a teli találathoz. Bizony, úgyhogy már folytatódik is tovább a Luxor sorsolás, és akkor várjuk, hogy mi történik, és hogy mennyi ideig kell még várni a teli találatra. Xavier 44, ezt már is lehet karikázni, x-elni. Ki hogy szokta ilyenkor? A következő nyerőszám az Olga 49. És már érkezik is a következő, László 5-ös. Most már ketten várakoznak egyetlen egy olyan számra, ami nincs bekarikázva a szelvényükön, ahhoz, hogy teli találatuk legyen. Nézzük, hogy megérkezik-e. Olga 59. Most már hárman izgulnak nagyon, akiknek egyetlen egy szám hiányzik a teli találathoz. Nézzük, hogy jó a háromból valakinek. Robert 67. Sokaknak jó lett, hiszen most már 10-en várakoznak, most már egyre nagyobb az izgalom. Levi, ébren vagy még? Igen, de én is izgulok, azért okay, nem szólok. Rendben. Olga 48. És még mindig nincs teli találat, folytatódik tovább a Luxor játék. 14-en várakoznak most már egyetlen egy jó számra. Na nézzük, ki az hiányzik. László 7-es. Na most már 25-re emelkedett azok száma, akik lehet, hogy már rágják a körmüket az izgalomtól. Robert 65. Még mindig nincs Luxor. Úgyhogy folytatjuk tovább a sorsolás. Most már több mint 40-en várakoznak. Egyetlen egy számra a teli találathoz. Robert 74. És most már 60-an. Hát ez egyre izgalmasabb. Innen úgy tűnik, mint a szülés előtti pillanatok. Nagyon várjuk, nagyon, de még mindig igen. jött meg a baba. Igen, na nézzük. Olga 54. Kellett szólaljak, és itt a nyereményt. Három teli talált, három Luxor, 2.930.000 és 375 forint a nyereményük. Gratulálunk! Na hát a nagy izgalomban nézzük még egyszer az utolsóként kisorsolt számot. Ez nem volt más, mint az Olga 54. Ez azt jelenti, mivel páros szám, hogy kézi sorsolás lesz az ötös lotóban, ahol a várató főnyeremény 2 milliárd 566 millió forint. Most pedig tekintsük át, hogy mi történt ezen a héten, azaz ma itt a Luxorban. 11.899 darab képtalálat, 1185 forint a nyeremény, 568 darab keret volt 4420 forintért, egy darab első kép 941.905 forint a szerencsés nyertesé. Egy darab első keret 1.255.875 forint és három darab Luxor 2.930.000 és 375 forint egyenként a nyeremény, a jackpot, ami több mint 26 millió forint. Egyelőre átkerült a jövő hétre. És Nagy Laci is, akit éppen az érettségi tabló fényképezés elől sikerült ma elhívnunk ide, köszönjük szépen. Igen, Nagy Lacival és zenekarával folytatódik tovább a show, csatlakozik hozzánk a Fortuna Tánckar, természetesen maradunk mi is, és itt lesz februári sztárvendégünk, Újvári Zoltán. Zola, tartsanak velünk! Johnny, go, go, go. You used to care.
sun goes down. Maybe on a wheel be in the light. Say you Johnny B, yeah, you tonight. Go, go. You go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. You go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. You're on Johnny Bigger Horn. Let's rock him! Kedves nézőink, folytatjuk a Szerencse Szombat műsorát. Ez itt az élő ötös lottó sorsolás. A mai főnyereménye 2.566.000.000 forint. A színpadon az est két házigazdája Mák Kata és Harsányi Levente. Jó estét kívánunk, hölgyeim és uraim! Ember így még nem énekelt ebben a műsorban, hogy New Orleans! Újvári Zoltán Zola! A vegyárját, így kell kezdeni, kérem! És egy gyönyörű hölgy, Mák Kata! Köszönöm szépen, és egy gyönyörű Joker sorsolást, táncoljunk is át a sorsológéphez! A hetedik játék héten a Joker főnyereménye 55 millió forint! A sorsolási bizottság elnöke Lovasné Erdély Krisztina, és köszöntöm közjegyzőnket, dr. Kálóczi Józsefet, aki felügyelik a sorsolást. Minden rendben volt az előkészületekkel? Igen, az előkészületek ma is szabályszerűek voltak. Indítom a Jokert. Joker első számjegye a 6-os. A második a 3-as. A harmadik a 0. A negyedik a 3-as. Az ötödik az 5-ös. És a 6-odik a 0. A Joker szám 6-3-0-3-5-0. A következő énekesnő az elmúlt 2 évet az anyaságnak és a kisfiának szentelte, mostanra pedig újult erővel vág bele ismét a zenei kalandba, saját dalával, a Végtelennel érkezik hozzánk Komonyi Zsuzsi. A fényben
Köszönjük szépen Komonyi Zsuzsinak, most pedig térjük rá az ötös lottó sorsolásra, de előtte azért nézzük meg a Luxor utolsó számgolyója, mivel páros szám volt, ezért kézi sorsolás lesz, és aki pedig segítségünkre lesz ebben, nem más, mint Bátfai Antalné Hajnalka. Jöjjön Hajnalka, közel készüljünk fel a munkára, jó? Foglaljuk fel a pozíciót, mindjárt kezdünk. Reméljük, hogy sokaknak hogy szerencsét Hajnalka. Hogyha szerencsés lesz és kisorsoljuk a szerencse számát, akkor kereken 1 millió forintot vihet majd haza. Ha nem, akkor a legnagyobb kisorsolt szám 5000 szeresét, azaz akár 450 ezer forintot nyerhet. Pályázó pedig bárki lehet, illetve bárki ide kerülhet a stúdióba, ugye, hogyha mindennek megfelel, pályázni a 061-224-2626-os telefonszámon, vagy a www.szerencsejáték.hu-n lehet, itt mindent megtalálnak a pályázási feltételekkel és a sorsolással kapcsolatban. És akkor nem is húzom tovább az időt, kezdődjön az ötös lottó sorsolás. A hetedik játék héten az ötös lottó főnyereménye nettó 2.566.000.000 forint. És egy már boldog, ugye, nyert. És biztos, hogy nyert. Az a kérdés, hogy mennyit van kedvenc szám? A 75-ös. Ó, nagyon kimértem, mondta. Szeretnénk, ha ezt kihúznánk, ugye? Hiszem. Én nagyon kívánom le. Az 1 millió forintot jelentene, jó? Van történet a 75-ös számnak? Miért pont a 75-ös? Igen, akkor született a két lányom. Akkor reméljük, hogy ez kemény lesz. Emlékezetes lesz, jó? Na kezdődjön akkor a munka. 1 millió forint a tét. Első nyerőszám az 58-as. Annyi mindenről beszélgettünk ma, ugye volt szó arról, hogy nagyon várjuk a tavaszt, ugye, te is nagyon, picit azért ma meg is mutatta önmagát, csak nagyon picit, ugye vannak legendák, néphagyományok, mert elűzzük a telet, és képzeld el, képzeljék el, hogy hát azért az időjáráson mi nem olyan sokat beszéltünk, kiváltképp nem, ugye a britek, akik szinte csak erről beszélnek, volt is egy felmérés, hogy milyen százalékban jön fel beszélgetés témájaként az időjárás. Képzeld el, volt egy komoly felmérés. Kérdezem, hogy mi lett a felmérés. És mi lett az eredmény? Hát az, hogy ténylegesen, tehát tulajdonképpen nem is tudnak másról beszélni, mint az időjárásról. Az esetek 80-90%-ában ez történik. Nagyon úgy néz ki, hogy az óvodában például nincs olyan, hogy napocska jel, csak eső, csak zivatar, csak zápor, és ez depresszívvé teszi őket. Szegények. Na viszont mi nem szomorkodunk, a második nyerőszámmal folytatjuk tovább. Második nyerőszám, a 37-es. A következő zenekarra jellemző, hogy a stílus elegyeket vegyítik, és ennek a végeredménye egy nagyon bulizós, nagyon érdekes, nagyon izgalmas hatás lesz, úgyhogy ezt már is meghallhatjuk. A szláv csengésű Azsúr érkezik egészen pontosan, a magyar underground egyik legtehetségesebb feltörekvő zenekara. Keresem a húzatom, és nem adom a nevemet, de magamon is nevetek, és kiteszem a jellemet, és leveszem a fejemet, leveszem, leteszem. Kirakati babaru, a pipere, meg a pacuk, aki keleti, keleti, kilakik a szemeibe, szerelem az erejébe, levelek a kezeibe, bedobom, kidobom. Leveszem, leteszem. Kirakati babaru, a pipere, meg a pacuk, aki keleti, 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 kilakik az emeibe, szerelem az erejébe, levelek a kezeibe, bedobom, kidobom. Hálót vett az idegenségért.
Nagyon szépen köszönjük, szépen haladunk tovább. Jön a következő nyerőszám, ez már a harmadik. A harmadik nyerőszám. A 38-as. Nem tudom, Kata, a te kedélyállapotot mennyire befolyásolja az időjárás. Hogy igen, nagyon? Nagyon. Ha jó idő van, akkor jobb kedvű vagy. Mi, igen. Akkor mosolygós. Igen, igen. A reggel is írtál nekem, levi, itt a tavasz, gyönyörű lesz igen. A mai nap és az egész műsor. Igen. Időjárás tekintetében, ha nem is tudományos alapon, de egy meteorológus egyszer azt mondta másnap, határozottan kiállt, és elmondanám, mi volt a tegnapi időjárás. Tehát semmit nem bízott a véletlenre. Egyébként ezt talán egyfajta reform jelleggel be is lehetne vezetni, és akkor kevesebb lenne a tévedés. Nagyon vékony jégen állnak a meteorológusok, mert előre megjósolni, hogy mi lesz másnap, vagy egy-két nap, vagy egy héttel, egy hét múlva, hát az szóval nem könnyű. Szóval akár lehetne az is, hogy mindig másnap mondanák el a tegnapi időjárást. Szerintem. Igen, egyébként sok paródia is készült ugye erről, meg szerintem nagyon sok meteorológus csuklik folyamatosan. Egyet tudunk csak, hogy legyen jó idő, ezt kérjük, és bízunk benne, hogy hamarosan már lesz, hiszen ugye már itt a tavasz, február, aztán jön ugye már a március, akkor aztán hozzák zsákban nekünk a meleget, és akkor már nagyon felkészülve kell várjuk a tavaszt. Hogy legyen önöknek is nagyon szép és kellemes hétvége, meg a jövő hét is, ezután meg aztán pláne. De hát mi sok mindenre hozzá tudunk járulni, az, hogy önöknek jó kedvük legyen. Igen, itt van például februári sztár vendégünk, wow. Úgyhogy halljuk, mivel érkezett a színpadon Zola! Köszönjük szépen Zolának, kiváló, remek előadás, csodálatos hang és igazi férfi előadó. Ezek után pedig jön egy újabb jó szám, a negyedik! A negyedik nyerő szám. A 68-as.
A most következő Jetlag nevű zenekart 2016-ban Molnár Tamás és Szoller Bence alapította, akik hát több tíz éve már ugye így a zenei pályán vannak, és nagyon sokat bizonyítottak is, teltházas koncertek, milliós YouTube nézettségek. Ők jönnek a színpadon. De csak lassan figyeljenek, mert jön, szerintem mindent eldöntő, ötödik nyerőszám. Az ötödik nyerőszám. Az 59-es. Az 5-ös lottó nyerő számai emelkedő számsorrendben. 37, 38, 58, 59 és 68. Szépen, ez a tapsjár Hajnikának, bár a kedvenc nyerőszámát nem húztuk ki, de a legmagasabb nyerőszáma 68-as volt, ennek 5000 szerese illeti Hajnikát, ez 340 000 forint, gratulálunk!
Hát kérem szépen, a szombat akkor nem csak szerencse, hanem például a Dal című műsor is. Hamarosan következik a második elődöntő, ahol nem kisebb a tét és a cél, mint hogy bejusson valaki a döntőbe, és a végén övé legyen Magyarország legjobb dala. Kitüntető cím, már is kapcsoljuk a Dal 2019 stúdióját. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a Szerencse Szombat remélhetőleg szerencsés nézőit. Izgalom az van, de természetesen mondhatom mindenki nevében, hogy a nyugalom azért mégiscsak nagyobb, ami a készülődést övezi, hiszen másodszorra mutatják meg dalukat a ma este versenyző is. A ma este végére teljessé válik a döntő mezőnye, hogy mozgalmas esténk lesz, gazdára talál a Dal 2019 legjobb dalszövegírójának járó díj is, és természetesen lesz extra produkció is, itt lesz velünk a Republik, érdemes lesz velünk tartani, és tessék szavazni, egy negyedik produkció kizárólag önöknek köszönhetően kerül majd be a döntőbe. 19 óra 30 perccel Bogival kiegészülve várjuk önöket szeretettel a Dunán és a Duna World-on. Köszönjük szépen Freddynek. Hát fokozódnak az izgalmak az elődöntőn. Tudom, hogy milyen voltam én ott. Tehát ilyenkor hátul nagyon izgulnak az előadók. De nem tudom, hogy annyira izgulnak-e, mint most, hogy kiderüljön, hogy van-e ötös, vagy nincs. Hát szerintem részben, ha játszottak, akkor lehet, hogy ők is nézik a műsort. Ott a színfalak mögött, a színpad mögött, és várják, hogy legyen egy ötösük, adott esetben négyes, aztán pedig kimennek, és fellépnek, és előadják a dalt. Na, de hát akkor mi is fokozzuk tovább az izgalmakat. Induljon a nyertes kereső. Annától már meg is kaptuk az adatokat. Köszönjük szépen. A Jokerrel kezdünk. Igen, a Joker számait, nyerő számait láthatják íme. A találatok 2-esből 5129 darab volt, 1300 forint a nyeremény. Még mindig Joker 3 találatos, 488 darab volt, 13000 forint. Jöjjenek a négyesek. 54 darab négyes volt a Jokeren, ugye szelvényenként 130000 forintot nyertek a szerencsések. 4 darab ötös volt, 1.300.000 forintot nyertek, akik öt számot eltaláltak, és nézzük, hogy születette hatos, azaz Teli talált a Jokerem, és sajnos nem, úgyhogy nincs hatos, nincs Teli talált a Jokerem, így a jövő heti várható főnyeremény a Joker játékban 82 millió forint! Az ötös lotó nyerőszámait láthatjuk már is a képernyőn. 37, 38, 58, 59, 68, micsoda számok, szépen sorban. Hát nézzük, hogy milyen találatok és nyeremények születtek. Két találatosból 95.180 darab, 1775 forint érte a nyeremény. Nézzük, hogy hány három találatos volt. 2.485 darab, ezért 31.110 forint jár szelvényenként a szerencséseknek. 26 darab négy találatos szelvény, 2.787.525 forint a szerencséseknek. És hát nézzük, a legnagyobb izgalom, hogy van-e teli találat végre, most már nagyon régóta halmozódik a nyeremény, és nincs öt találatos szelvény, úgyhogy jövő héten még nagyobb lesz a nyeremény, tartsanak velünk és figyeljenek minket, hiszen 2.722.000.000 forintot lehet nyerni. Micsoda izgalmak így a végére, hát lehet akkor reménykedni, hogy akár jövő héten elviszik a több milliárd forintnyi nyereményt. Köszönjük szépen Zolának, nagyon jó voltál. Wow, így kell belépni egy hónapba, egész hónapban itt leszel velünk, úgyhogy várják a szombatot, és a csodálatos Katát, és a lehetőséget, és a nyereményeket, és a tavaszt, erről is beszéltünk. Igen, jövő héten újra találkozunk, nézzenek minket újra, és a mediaclick.hu visszanézhetik az adást is. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra.